ez teljesen laktózmentes, és... Jaj, nem csak a hölgyen jöttek, akkor nyilván önök meg, ugye? Itt felejtettem a telefonom. Tényleg? Nem tudom, hogy találtunk. Többször felhívtam, hiszen nem hívtam fel, hiszen itt felejtettem, tehát hogy kerestem, de egy másik telefonról, és ugye azt akartam csak úgy esetleg kérdezni, öntől finom? A telefon? Igen. Nem, bocsánat, kicsedem, nem, természetesen nagyon finom. Nagyon tetszik. Meg fogja kóstolni, hogy a tudom. Igen, mert annyira szeretik, és annyira boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan jönnek. És igen. Ki volt a következő? Önnek? Hogy van az, hogy mindig mindenki hamarabb jön, mint én? Jöjjek holnap inkább, esetleg vissza? Ne haragudj, a holnap is, ma is, csak kérem, várja meg. Megvárom. Köszönöm. Megvárom, mert ugye én itt voltam már egy órával ezelőtt is. De miért nem állt a sorba? Hát, hogy sokan álltak elém. Tudja, hogy az ember varias szokott lenni néha, amikor jönnek különböző emberek, és csak annyit szerettem volna, hogy... Parancsoljon önök? Adhatom? Igazából nem hagytam a telefonom, csak... Parancsolj. Tessék? Igazából nem hagytam itt a telefonom, hanem csak igazából... Jó, adok önnek, jó? Meg engedik, ne haragudjanak, valószínű, hogy az úr siet, parancsoljon, tessék, kanalat. Nagyon finom. Nem kell az egészet elvenni, csak egyet, jó? Parancsoljon. Minden tiszta mindegyik. Természetesen. Nem azért, hogy ne lenni. Ezen például itt van egy kicsit. Következő. Nagyon szívesen elmosok. Nem akarom felmenni a helyzetbe. Tiszta, de elmosom nagyon szívesen. Nem kell, köszönöm, majd én mit szól, majd elmosom én otthon, jó? Vagy nem, igazából nem is emiatt, hanem hogy de finom. Örülök neki, következő, adhatom. Szóval igazából azt szerettem volna kérni. Igen? Cukorbeteg vagyok. Akkor nem ajánlom. De azt tudom, hogy itt ilyen csupa egészséges. Csupa egészséges, de adok, egy óra múlva kész lesz az a sütemény. Ó, imádok veszélyesen élni, de... Rosszul lesz, uram, de... Nem. Kérem, ne hozzon ilyen helyzetbe. Itt várnak a vendégek, nem tudom, mit szeretne bebizonyítani. Ez a sütemény nagyon egészséges, nagyon finom. Ez nem cukormentes, de rá is volt írva. Lesz cukormentes, paleo süteményünk is van, gluténmentes. Ez az, de nem az cukormentes. Adhatok esetleg. Paleo az jó, hogy ilyen ősebben. Szerintem nagyon szíves. Bocsánat, szóval az igazság az, hogy én nem szerettem volna süteményt. Finom, de nem... Nagyon szíves. Jó. Akkor lehet, hogy visszajöhetek holnap? Igen, mindenképp. Holnap, mindenképp. Pszichológus vagyok, és most is jön hozzám egy új kliens. Hát ez mindig nagy izgalom tulajdonképp, mert én sem tudom, hogy ki az, aki jön hozzám. Megbeszéljük, hogy hánykor, hova, hát és akkor várok. Hát abban légy, hogy
kultiváltak szoktak lenni, hogy nem késnek ennyit. Csinálni, hanem teszem. Megmondta Joda mester, ne próbáld, tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld. Én most teszem és eljöttem ide. Azért tudom, mert eljöttem. Hát nem tudom, elmondhatom-e igazán. Megígérhetem, hogy én nem mondom el senkinek, amit hallok, tehát. Jó. Nézd. Nagyon szeretnék. Kertjük, vágjunk a közepébe. Jó? Amikor 2 éves koromban apukkal megálltunk egy játékot, és én mondtam neki, hogy az volt ez a kilövős autópálya. Tudod, nagy álom volt akkor régen. Tudod, hogy így ráteszik a műanyagra az autó, és megnyugod, hogy megy, és pörög, és nem akartam egy olyat. És már akkor, tehát én úgy kértem félve, nem sírtam. Akkor sem. Szóval akkor kértem őt, hogy vegyen nekem olyan kis autót, hogy már akkor is a kamionnal járt, a kamion az egy nagy kocsi. Igen. És járt, és hozott, vitt mindent, és nagyon jó volt, mert ő teljesen rendszeresen figyelemmel kísérte az én fejlődésemet. Mégis egy fiúnak ilyen játékkel? Gondolom. Igen, és én tudtam, hogy kell az autópálya, és akkor azt mondta, hogy meg is veszi. Ő azt mondta, hogy 2 kilót kéne fognom. Érte? Hetette. Egyszer eltűnt rólam 2 kiló, de aztán megtaláltam itt. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy apu azt mondta, hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy na, szóval tetszik nekem. Nem ez az autó? Nem az autó. Az autó már... Én 18 éves koromban túl lettem rajta, de szóval az van, hogy tetszik nekem az alá. Na. Utálom is, hogy borzasztó, mert nem szeretem, mert nekem kell viszonylag sokat kell ennem süteményt, és tehát én a világ legnagyobb idiótája lennék, hogyha pénzt is adnék érte, mert anyám süt nekem rendszeresen szerencsére. Szóval ő egy cukrászdában van, és én elmentem hozzá egyszer, fél évvel ezelőtt, és azóta minden nap ott vagyok, de valahogy mintha ott sem lennék. Tehát így nem nagyon vesz észre engem. És az igazság az, hogy én próbálom őt megszólítani, így is próbálom megszólítani úgy is, és annyi rohadt süteményt ettem már, nagyon mindig ad, de mindig elfelejt, hogy adott. Én szoktam kérdezősködni, hogy jobb-e, mint tegnap. Soha nem. Kérdezhet? Igen. Hogy jól értem. Tehát van egy lány. Igen. Több lányom, de ez is van. Van egy lány. Több hónapja jársz oda. Ő meg még ezt nem is tudja, hogy te neked valamit ő jelent, vagy tetszik. Lehet, hogy tudja, csak úgy nem adja jelét direkt. Tehát lehet, hogy nem hiszem, hogy nem hiszem, tehát azért, hogy egy ember gyakorlatilag az eddigi felnőtt korom mint egy 40%-át ott töltöttem a boltba. Nem nagyon vette észre. Tehát az a baj, tehát, hogy én ilyen vevő vagyok ott. No, persze úgyis megyek, tehát nem azért megyek, hát hiszen miért megy az ember oda nyilván süteményt tenni, meg inni valamit.
azért megy oda az ember, csak úgy kétszer is próbáltam neki már mondani, hogy ott hagytam a telefonomat, egyszer direkt ott is hagytam, nem is lett meg. Csak azért, hogy vissza tudjak úgy menni, és nem. Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy nem kezdjék ahhoz. Nehéz a bátorságot összeszedni, vagy nehezen határozod el magad dolgokra? Vagy elhatározod, hogy azt kéne csinálni, aztán mégse azt csinálod? Én nagyon általában elhatároztam, most is elhatároztam. Látod, elhatároztam, hogy eljövök, és bejöttem, mint a szél. Kicsit vaciláltam persze, azért vacinálok, mert én akkor mindig eszembe jut, mikor meglátom, hogy mi lesz, hogyha... De mi lesz, hogyha azt mondom neki, hogy... Jó, egyszer azt látom, hogy azt mondom neki, szia. Mert én mindig sokkal kezdett sokkal, egyszer azt mondom neki, szia, tudom, mit válaszol? Szia. Ezt mondtam. Tehát akkor már túl vagyunk. Eseményen magázom volt tegező. Igen, de másnap azért kipróbáltam, hogy emlékszik el, mert másnap azt mondtam, hogy jó napot kívánok, és azt mondta, hogy jó napot kívánok. Úgyhogy azért nem volt annyira jó ez az akció. Utoljára Mr. Cellofánt láttam ilyennek a Chicago című. Igen, én is láttam. Miskolcon is ment, hogy sikerült. Görög Laci. Nagyon jó volt. Észre se lehetett venni. Ki? Hát őt. Az egy olyan szerep. Igen, na szóval az a lényeg, hogy... Ugye én attól félek, én azért nem merem neki megmondani, mert megmerném egyébként, hogyha nem félnék ettől. Szóval az a lényeg, hogy mi van, ha ez nem elég, hogy... Tehát, hogy jó, hát azért nem vagyok egy Brad Pitt, de azért mégis. Mi van akkor, ha? Hát, hogyha jó, akkor még egy Ferike, késtél menned? Tudom, ne haragudj, hogy rohadt sokan voltak, De nem érdekel, de nem érdekelnek a kifogások, azért nem érdekelnek, mert pontosan tudod, hogy 11 órára már mennem kell, beauty nap van. Miért van beauty nap? Kozmetikushoz kell mennem, fodrászhoz kell mennem, a körmöm letört. Anya születésnapja van. Persze pontosan be van osztva az időm. Leteszed már azt a rohatást, hogy itt fogsz állni. Ezt akartam kérdezni. Vénán szerencsétlen. Jó, itt jó? Hogy vegyem egy kipakolást? Szerintem az útban? Szerintem ott itt van a jó helye? Nem mondta, de jó helyen volt ott. Akkor add már oda, ahol nincs az útban. Tehát látod, hogy hol nincs semmi, és hol van valami. Itt például hely. Micsoda? Visszaviszem a reptérre, és akkor elhozom még egyszer. Nem, Feri, nincs erre időm, nagyon jó. Szépen megkérlek. Gábor már elment, vitt a Lexust a szervízbe, nincs jó. Időm erre az egészre. Jó, akkor ma nem kell lemosnom. Az én Porsche-mat le kell. Azt le kell. A Gábor Lexusát nem kell. Nem, Gábor, úgyis mondtam múltkor, hogy nem jól mostam le. Hát hogy nézett ki? Tiszta ragacs volt az egész. Bocsáss meg, az nem miattam volt. Mi miatt volt? Amiatt volt, hogy rosszul fújtam rá a sampont, de nem én. És azt nem a te kezed nyomta, igaz? De az én kezem nyomta, de nem azt a sampont vettük, amit szoktunk, és ebből kicsit keveset kell. Fölé, azért, mert nem tudod elolvasni, ráírtuk a papírra ekkora betűkkel. Összetévesztettél 3 darab betűt rajta. Tehetek én róla? Ne haragudj, jó. Ne, de haragszom. Hadd ne mondjak erre semmit, jó? Anya küldött habcsót. Én ezt a szart, jaj, ne van, fúj, de gyűlölöm, ragad az egész a számban. Semmit, csak nem akartam az ingemet összepiszkolni, érted?
Az a baj, szívecském, hogy nem, szorongsz, ez egy kamaszkori szorongás, ezzel nincs baj, nem kell minden fiúnak szépnek lenni, verni, nem kell. Dugó Daninak hívnak az iskolában. Te kedves vagy, te aranyos vagy, te egy aranyos, kedves fiú maradjál, mindig is. Ilyen kár, hogy nem fog senkivel megbeszélni. Mi? Hát nem nagyon szólnak hozzám ugye az isuliban, mert szoktam egyébként, mert úgy szólnak hozzám, hogy mindig mondják, hogy mi a nyom, mi ilyenek. Szóval mondták, de most más baj van, anya. Mi a baj, Ferkó? Tudom, hogy neked mindent elmondhatok, ugye? Igen. Ezt is? Ezt is. Nem leszel ideges? Soha nem vagyok rád ideges, Ferkó. Ja. No. Szóval, tudod, a tesin együtt öltözünk a fiúkkal, igen, mert a fiúkkal, a lányokkal öltöznek együtt, és amikor én öltöztem a fiúkkal, mert föl kell venni a piros trikót, meg a fekete rövid nadrágot, és akkor fölvettem a tornacipőt is, és akkor, amikor, de véletlen volt tényleg, hogy amikor láttam, hogy itt van a lányoknál az öltöző, hogy átadni, és nagyon tetszik nekem a Kati. Figyelj! A Kati az egy nagyon szép lány. Igen. Te meg nagyon ronda vagy. Semmi értelme nincsen. Bámulható, de nincsen ez belőle semmi. De én azért akartam, gondoltam, hogy a kockás lenne a hasam, akkor... Soha nem lesz, Ferkó, azt értsd meg, te ilyen vagy, így vagy jó. De neked én, így a jó. De apa is azt mondta, hogy egy férfinak jó lenne, hogyha legalább nyomaiban látszanának, ja, hogy van izomlatot. Apád beszél össze-vissza, tényleg apád meg a nővéred az ugyanaz. Apám azt mondta a telefonban múltkor, hogy a rágáshoz való izmaim fejlettek. Így a jó. Apád az minden izma fejlett, a nővérednek is minden izma fejlett. Ők aztán sikeresen tudják, mi kell az életben. És van szívük, nincs neked, meg akkora szíved van, Ferkó. Akkora szíved van, legalább mint a pocakot. Akkora szíved van. Azért is kell, hogy elférjen a szívem. Ezt én mondtam, egész azt... Én nem hiszem, hogy a Kati komolyan gondolta, hogy dagadt here, mert nem nekem mondta, hátam ugye mondtam. Én kiabált utána, amikor szaladtam előle, hogy dagadt here, hova mész, de nem hiszem, hogy nekem mondta. Ezek a... Ez nagyon finom anya, mi által még ilyet van, annyira finom. Olyan jól esik, még jaj! Véletlenül leesettem. Nincsen, te ilyen vagy, te mindig mindent elrontod. Kivegyem a szemétbe? Nem, csak én nehogy megfúkálom és megeszegeted, gyere ide. Amit az ember elképzel, az még hogyha nagyon elrugaszkodott álom is, könnyebb megvalósítani, mint hogyha nem is képzelem el. Komolyan. Legalább gondold át. És úgy, ahogy elképzeltem? Azt én nem tudom, hogy az úgy megvalósul-e. De neked biztos ad egy kis erőt, vagy én eddig azt tapasztaltam. Jobb elmondjam, hogy mit képzeltem? Aha. Elmondom. Így. Right.
Csak a kezed. Add a kezed, édes, add a kezed. Mit tennél, hogy itt maradjunk? Minden. Minden? Minden. Sütnél egy habcsókot? Igen. Akkor is, ha megfojtanálak, érted? Akkor is. Addig ütnélek, amíg mozog. Addig ütnélek, amíg visítanak kell. Amíg nem mondod, hogy apa még, akarom még. Igen, gyere! Viszonylag a kis tár. Nem tesznek? Jó. Ha még egyszer adom ez a balek, zavard el. Igen. Mert ki a neked való? Ki a tévé? És ki az enyém? Én, te. Jó, ezt így az ember égig gondoljátok, valami jó, de... Hát igen, ez egy kicsit olyan amerikai. Hol vannak már? Megmondtam, 9 óra, akkor borotválkozom, 9:30 fogok beérni. Világos? Pillanat, egy riporterre várok. Én vagyok. Jó, van, itt van. Szerencséd van. Mi az, hogy miért? Jó, van, mennyivel egyszerű titkárságot megkapod, jó? Megkapod ott van a kis borítékot, és tudtam, hogy hülye leszel. Tudtam, hogy elcsesz, tessék, mehetsz a francba. Hülye állat. Igen. Jó? Hölgyeim és uraim! Itt állunk a kerület, amit a kerület az ország legfantasztikusabb férfének az otthonában. Nézzük meg természetes élőhelyén! Van Ferenc képviselő uram! Igen! Veszem észre, hogy itt vannak, milyen fur, ne haragudjanak, éppen borotválkozom, tudják, a jó megjelenés nagyon fontos, az önöknek szól, csak is önöknek, önökért, és csak most, és csak önöknek szól ez, hogy a jó megjelenés azért fontos, mert nyilvánvalóan azonnal szimpátiát kell keltenem azokban, akiknek a szavazatára bizton remélhetek, bizton számíthatok, hogy én rám tetszene szavazni, hiszen mindent az égvilágon megteszek ezért a kerületért, ezért a megyért, ezért a országért. Mindent meg fogok tenni én. Én vagyok az, aki mindent megtesz, és látják, így egyszerűen élek. Én magam is borotválkozom, együtt élek, nevelem a gyermekeimet, általában mindenhol nevelem a gyermekeimet, minden gyermekemet nevelem. Nem tudom, még nőtlen, tehát nyilván sok gyermeket tudhat magát. Így van, de a kettő dolog nem zárja ki egymást. Természetesen én a gyermekeimnek magam a választóimat, értem? Természetesen, hiszen az én választóim azok, akik nekem, és önöknek, és mindannyiunknak, de legfőképpen önöknek, akik én rám fognak szavazni, nem sokára, hiszen közeledik nagyon az az időpont, amikor nem szabad eltéveszteni, hogy hová tetszik húzni azt a kérdést. Hiszen az önök érdeke nem azért, de miattam, én magam világéletemben becsülettel és tisztességgel szolgáltam a népet, szolgáltam az állampolgárokat, és minden egyes cselekedetem, minden tettem még ez a borotválkozás, és annak szólt, hogy önöknek jobb napot szerezzek. Innen azonnal egy plakátfotózásra, illetve egy kampányfilm forgatásra fogunk menni, és azért, hogy én jó képet mutassak, jó arcot mutassak önöknek, megpróbálok amennyire lehet. Nyilvánvalóan a cselekedeteim is be fogják határolni azt, amit önökért teszek, és nyilván az önök szavazatát semmilyen szinten nem fogok közelebb tenni. Elnézést, csak ki kell tegyek valamit. Igen, azonnal tegyek. Amiben azonnal beleszerettem, amint megláttam, és ez muszáj most ide ön elé, hogy láthassák önök is a végeredményt. A férfi. Köszönöm. Szóval önökért történik minden. Itt tiszteltem, megköszönöm a riporter asszonynak a rendkívül. Igen? Hogy kérdezzem meg. Ó, hiszen riporter kérdez. A riporterek kérdezni, mindenre válaszolok. Ugye megszűnt a munkanélküliség a kerületben. Ezt mind önnek köszönhetjük. Én azért dolgoztam világéletemben, azért dolgoztam, hogy megszűnjék a munkanélküliség ebben a kerületben. Én azt gondolom, hogy ezt a 17%-os esést, ami ezen a területen mutatkozik, nyugodtan elkövethető, hogy olyan sikertörténetek, amilyen nem minden nap van. Ugye egy kerület történet,
én ezért dolgoztam most rá egy ellenzékben, és ezért dolgoztam, és most, amikor majd nagy valószínűség az önök szavazataira számítva, és könyörögve és kérve, hogy az önök jó helyre és jól meggondolva, tényleg megfontoltan szavazzanak, tehát önök segítségével én ezután, hogyha a vezetői pozícióba kerülök, sokkal inkább tudok tenni, ez a 17%-ot akár 19-21%-ra is fel tudjuk nyomni. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkanélküliség megcsökkenése, illetve a munkanélküliség megszínése egy olyan tendenciát mutat ma a manapság a mi kerületünkben és a mi országunkban, ahol sehol máshol. Gyakorlatilag nincs hajléktalan az utcán. Egyáltalán nincsen, hiszen házak sincsenek. Tehát ez a nagyon jó. Alapvetően hajléktalanok nincsenek az utcán, azért nincsenek hajléktalanok az utcán, mert én az önök jó voltából, hogy a képviselő tudok lenni, illetve meg el tudom foglalni azt a pozíciót, ami nekem jár, és nekem hát nem azt mondom, hogy dukál, de higgyék el, hogy én vagyok a legalkalmasabb ember arra, tehát hogy el tudom foglalni ezt a pozíciót, természetesen megszüntetek minden ilyesmit. És zöldebb a kerület, ugye? Tehát, hogy odafigyel a környezetvédelemre. Természetesen, akik kitiltottuk a műtrágyával sózókat a parkokból, azért, mert hogy én azt gondolom, hogy a természet és a természethez való közelség ennek a kerületnek a legszebb és a legkitűnőbb sajátossága, és azért én mindent az égvilágon meg fogok tenni, azért, hiszen én leszek majd az önök azon képviselője, akik mindenem nyitvál az ajtóm önök előtt, bármikor jöhetnek, bárki jöhet, és minden egyes problémára és minden bajra, búra én magam megoldást fogok keresni. Köszönjük, de a legfontosabb, ami számomra, elnézés, hogy egy kicsit most önző vagyok, de ebben a kerületben a gyermek és felnőtt étkeztetést megreformálta. Ő innen kitiltott minden olyan éttermet, ami veszélyezteti a felnőtt és a gyermekek egészségét. Csak olyan élelmiszereket, olyan cukrászdákat, olyan éttermeket találunk, amiben kizárólag reform élelmek, ételek, élelmiszerek vannak. Így van. Ez az egész úgy kezdődött, hogy bezárattunk ugye nagyon sok éttermet, ahol az én magam és a választóim által is, mert tehát ugye a választóim bizalmat szavaztak nekem, tehát én bizton gondolhatom azt, hogy ők megbíznak bennem annyira, hogy az én ítélő képességemet a magukévá teszik. Tehát bezártunk minden éttermet, ami nyilvánvalóan egészségtelenül és nagyon rossz minőségű élelmiszerrel szolgálta ki a nézőket. Aztán alapítottunk egy céget, aki egy étteremhálózatot nyitott. Ez egy önkormányzati cég természetesen. Az önkormányzati cégen belül vannak különböző pozícióban emberek, akik most a... Hogy mondjam, tehát az összefüggéseket nem ott kell keresni, ahol vannak. Tehát arra ne figyeljenek, hogy mondom, azt figyeljenek, amit csinálok. Tehát az a lényeg, hogy itt a mi kerületünkben, ennél az önkormányzatnál, természetszerűleg én azért gyűjtöm magam köré a volt iskolatársaimat és barátaimat, mert ő bennem bízik. Most az egyikük, akik cégvezető lett most nem is olyan régen, ő felügyeli ezeket a dolgokat, és az ő ötlete volt, hogy az én kis kampányfilmemet, illetve az én kis kampányomat, amit önökért és önöknek teszek, mindenféleképpen számítva az önök szavazatára. Tehát az a lényeg, hogy ezt én azért teszem, hogy az ő ötlete volt az, hogy ebben a nem régen nyílt nagy múltú cukrászdában, ez egy kicsit képzavaros volt persze, de a múltja lehet valakinek nagy, de a jövője még nagyobb, hiszen majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, tehát egy nagyon egészséges és kiváló termékekkel felszerelt cukrászda. A Cordelia cukrászdáról beszélünk. Így van, a Cordelia cukrászdáról beszélünk, ez az imádnivaló és cukorfalat Liával, Lia. Igen, aki a pultban áll, ő nem rokonom, de hát remélhetőleg az lesz. Gyermeke, reméljük nem gyermekének fogadja majd. Nem. Viszont azt szeretném kérdezni, hogy ugye a következő kampányfilmet ebben a cukrászdában fogja forgatni. Mi miatt esett a választás pont a Cordeliára? Az egyrészt azért, mert hogy én azt gondolom, hogy azt a szellemiséget, amit ő képvisel nekem, hogy ő képvisel, ez a cukrászda képvisel ezt a szellemiséget, és ezt az igenis követnivaló és igenis követendő példát, amit ő állít és nyújt, hogy az egészségtelen ételek is lehetnek egészségesek. Az egészséges ételeket is lehet szépen és finoman tálalni, tehát nyugodtan el lehet. Például a paleo habcsók ugyanolyan jó, mint a paleo záher, ugyanolyan jó, ugyanolyan finom íze van. A hasmenést a legritkább esetben okoz. Azért vitatkozik, a nyírfacukor picit megdobja a dolgot, de... Természetesen, de ugye nyilván elolvasva a legfrissebb tanulmányokat, amin én már ugye túl vagyok, mert önökért teszek mindent, és rendkívül szeretnék a lehető legjobban képben lenni ebben a témában. Szóval a lényeg az, hogy én elolvastam ezeket a tanulmányokat, és megtiltottuk a nyírfacukor beszállítást. Ez egészen pontosan gyümölcscukorral fogunk mindent elkészíteni. Alakítottunk is egy céget a gyümölcscukor importálására. Tehát és nagy valószínűsége, miután eléggé közel állok én ehhez a céghez, minden
egyes ilyen vendéglátóipari egységben el fog jutni, jó áron fog eljutni, sokkal jobb áron, és sokkal inkább hozzáférhetővé téve az egészséges táplálkozást az egész kerületnek és az egész országnak, remélhetőleg aztán későbbiekben. De ehhez csak arra van szükség, hogy önök majd rám szavazzanak, és én politikámat és az én irányelveimet támogassák. Egy és egy dolog miatt, csak is önökért, magukért. Én is önökért vagyok, és magukért. Hölgyeim és uraim, mit mondhatnék? Fan Ferenc, a férfi.